Idei utolsó hazai mérkőzésén 18 pontos vereséget szenvedett a Sopron gárdájától a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A pécsieknek utoljára november 9-én a Zalaegerszeg ellen sikerült nyerniük. Bíró Levente nagyon jól szállt be a Sopron elleni mérkőzésbe, és neki is nagy szerepe volt abban, hogy nem lett 20 pontos a különbség. Hát, hogy tömör legyek, nem volt jó. Tudjuk, mindannyian változtatnunk kell valamit. Ez elkezdődött, szerintem próbálunk az edzésen már a következő meccsre fókuszálni. Úgy érzem, most jobban állunk, mint a Sopron meccs előtt. Remélem, hogy ez kitart a meccsen is. Nagyon jól kezdtük a szezont. Most talán voltunk egy mélyebb hullámvölgyben. Azon dolgozunk, hogy ebből kikecmeregjünk valahogy. Szerintem elindultunk az úton, úgyhogy remélem, mostantól csak felfele megyünk. Nyilván nehézebb két meccset játszani a héten, mint egyet. Ez fizikálisan valószínűleg megviselte a csapatot, de nem hiszem, hogy most már rá lehet erre fogni. Erről még ugye vége van a nemzetközinek, hogy most már a bajnokságra kell koncentrálni, és meg kell mutatni a pályán, amit tudunk. A PVSK Veolia csapata december 18-án szerdán egy elhalasztott mérkőzést játszik Kecskeméten. Kecskemét ellen mindig nehéz játszani, nagyon tudják a rendszert, hiába ismerjük mi is, minden évben nehéz meccseket játszunk velük. Jó játékosok vannak, készültünk ellenük, megteszünk mindent, amit tudunk. Remélem győzelmet érünk haza, de nehéz meccset várok mindenképpen. Kötött kosárlabdát játszanak, nem vagdalóznak, mindig szetteket játszanak a támadásban. Ezeket kell kivédenünk. Semmi különöset nem vagyok a Kecskeméttől, de így is nehéz meccs lesz. A KTE PVSK Veolia mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik, melyen bemutatkozik a két hónapra Pécsre érkezett, a korábban a Szeged csapatában több szezont is eltöltő szerb center Nenad Sulovics.